Örömmel rúgják a labdát a műfűvön a Komáromi Egyesület U15-ös játékosai. A beruházás 142 millió forintba került, ehhez az anyagi forrásai részét, 42 millió forintot az önkormányzat teremtette elő. Magyarországon a felnőtt lakosságnak mindössze 9% a sportol rendszeresen, azaz legalább heti fél órát sporton foglalkozik mozgással. Ez nagyon kevés, a gyerekeknek pedig 77%-a kizárólag testnevelés órán mozog, ami szintén egy elég elkeserítő szám. Hozzáteszem, hogy hála jó Istennek Komáromban mi ennél jóval jobb adatokat tudunk felmutatni, köszönhetően természetesen nektek is, illetve azoknak az edzőknek, akik itt vannak most körünkben. A költségek nagyobb részét, 100 millió forintot a Magyar Labdarúgó Szövetség a társasági adóból finanszírozott. A Szemmelesnek eltökélt szándéka természetesen a kormány segítségével, hogy minél több hasonló pályát építünk. Kis pályát, nagy pályát, iskolák mellett, nagyon nagy dolog. Én is egy ilyen vidéki srác voltam annak idején, amikor elkezdtem a focit, mind ahogy itt láttam a fiatal srácokat, és bizony akkor, hát liba legelő az utcákon, ott játszottunk, ott próbálkozunk játszani, éppen ezért ezt nagyon meg kell becsülni. És ezt reggeltől estig lehet használni, ezt a pályát nem kell nyírni, nem kell locsolni nagyon, kicsit kell gondozni, de nem nagyon. 2012 óta 200 új pálya épült Magyarországon, 550 pedig megújult. A műfüves program eredményes volt, amit érdemes folytatni, mondta a külügyi és külgazdasági államtitkár. De gyakran hallhatjuk a sopánkodást, hogy miért stadionokra, meg miért futballpályára költünk, de a mellette azt a sopánkodást is halljuk, hogy miért olyan kevés magyar gyerek és fiatal sportol. És a kettő valahol összefügg, mert kinek van kedve egy rossz állapotú, veszélyes sérüléssel, veszélyes pályára, sporttelepre lemenni, sokkal szívesebben hozzák majd nyilván a szülők ezeket a gyermekeket is ide, mint mondjuk 10 vagy 12 évvel ezelőtt arra a sérülés veszélyes salak pályára. A pálya az UEFA szabványának megfelelő világítást és 300 férőhelyes lelátót is kapott. A nemrég elkészült sportlétesítmény kihasználtsága már most eléri a 80%-ot.